Köszöntjük az EHFL nézőit, ez még mindig a negyedik forduló, érkezik egy újabb rangadó, Budapest Wolves, Fehérvár Entroners, ez lehetett volna a tavalyi év EHFL döntője is, de nem jött össze, hiszen a Wolves a Capitals az elődöntőben elgáncsolta, emiatt biztos, hogy Szűdi Ferenc Francesco nagyon szomorú, viszont Horváth Bence az Entroners részéről nem annyira, hiszen így könnyebb volt, ha könnyebb volt megnyerni azt a Hungarian Bowl-t. Srácok, mit vártok a mai meccstől? Kezdjük vele, Franci. Sziasztok! Hát én mindenképpen szeretnék javítani a múltkori fordulóhoz képest, akkor ugye Szatmári Dani 3 ponttal megvert engem. Arra azért egész jól tudok építeni, hogy a második fél időben már nem szerzett pontot ellenem Dani, úgyhogy mindenképpen ebből próbálok kiindulni, de Bence azért biztos kemény ellenfél lesz. Az nagyon motiváló, hogy egyelőre, ha jól tudom, az Entroners egyedül a HFL csapatok közül a Wolves-ot nem tudta legyőzni, úgyhogy remélem ez az E-világban is így marad egyelőre. És az mennyire nagy motiváció, ugye Gergőnek ez bejött, hogy a Capitals ellen revansot venni itt a kibertérben, benned is van ilyen? Hát revansot nincs nagyon miért vennem egyelőre, mert hogy mint tudjuk, ugye még minket nem győzetlen az Entroners, de hát azért a regnáló bajnok ellen játszani mindig jó dolog, és mindig motiváló dolog, úgyhogy legyen ez a mai motiváció, mondjuk. És a regnáló bajnoknak milyen érzés a sokszoros magyar bajnok ellen játszani itt a kibertérben? Kibertérben játszani, ez mindig egy érdekes érzés, ezt elmondtam az előző meccsen is. Sokkal, de sokkal magabiztosabb lennék, ha most a pályán kellene a sisakkal és a válvédővel szembeszállnom a Wolves védelemmel. Nekem is az a célom, hogy az előző fordulóban a teljesítményemmel javítsak, legalábbis kezdjük azzal, hogy az interception-ek számát leredukáljuk, azt hiszem, hogy 5-öt sikerült elhajítanom Gabika ellen, úgyhogy ma mindenképpen ezen szeretnék javítani. Úgyhogy hoztam magamnak segítséget is, most csapatsport révén lesz egy mentorom. Igazából úgy vagyunk ezzel az egésszel, hogy élvezzük ezt a bajnokságot, ez egy játék, úgyhogy így fogunk hozzáállni a mai mérkőzéshez is, természetesen szeretnénk nyerni, de szeretnénk jól érezni magunkat. Volt arra lehetőséged, hogy egy kicsit akár Zsozsó segítségével tuningold a képességeidet, gyakorolj? Helyel közel, igen. Hát nekem ez a pályán gyakorlatban és a pálya szélén elméletben is egész jól megy, a kontrollerével még barátkozom ebben a műfajban. Hát azt gondolom, összességében azért nem olyan rossz, hogy a pályán sokkal jobb teljesítményt tudsz nyújtani, mint a kontroller mögött, de majd kiderül, a végén erre is visszatérünk, most viszont jó játékot nektek! Elérkezett az EHFL 2020-as szezonjának negyedik fordulójának második mérkőzése, ahol a Budapest Wolves a Fehérvár Entronerssel csap össze, vagy hogyha Maddenre fordítjuk ezt a nyelvet, akkor San Francisco 49ers a Minnesota Vikings fogadja, és ezúttal is Zahovai Ádám szakkommentátor kollégám van itt velem. Zahó, ezen a mérkőzésen így első nekifutásra mi dönthet a találkozón? Mit vársz ettől az összecsapástól? Szerintem a védelmek nagy mestere, Francesco, lehet, hogy egy nagy villanás kell tőle ahhoz, hogy meglépjen egy igazán jó védelmi szekcióval, mert hát azért a San Francisco-nak azt gondolom, hogy ez az egyik erőssége lehet, míg a Vikings hát abszolút a védelemre építhet majd. Az elkapósor erős elsősorban a Vikingeknél, és hát Sződi úr pedig kontrollerek megfelelő atyaként majd szerintem oda teszi magát, és hasonló 9-jardos futásokkal próbálja majd darálni ellenfelét, Bencét. Így van, azt nem emeltük ki, hogy a San Francisco 49ers-t, valamint a Budapest Wolves-t Sződi Ferenc kollégád, illetve hát az egyetemi válogatottnak a védőkoordinátora, valamint a Budapest Wolves nagyszerű stábtagja vezeti, miközben egy nagyon szép negatív yardos szerelést láthattunk Horváth Bencétől, aki ugye a Entroners színeit képviseli, és hát így érkeztünk el a negyedik fordulóhoz. Egyébként a Wolves 2-1-el áll, az Entroners pedig 1-2-vel, úgyhogy ez egy igazán döntő kimenetelű találkozó lehet, miközben Garoppolo találja meg K-betűs tight endet. Kittle. Ki más, mint Kittle.
és hát próbál masírozni a pálya közepén a Budapest Wolves, ugye Szűdi Ferenc, vagy hát a futballberkeken belül ismertem nevén Franci az, aki a sötétmezes 49ers-t irányítja, míg Bence a fehérmezes Vikings, ugye mindkét csapat akár ilyen felszerelésben, ilyen színekben találkozhat egyébként a hazai pályákon is. Csak a sisak nem stimmel a fehérmezes fehér várban, de hát ezért a teljes maximalizmust nem szabad elengedni, ahogyan Kittle sem engedi el ezt a labdát, Garoppolo pedig már a második passzában tud sikeres lenni. Akik viszont elengedték Kittle-t, az a Vikings védői második elkapásából a 30. yardját jegyzi ezzel a klasszis tight end, és hát a félpályán túl tart a Niners szépen megkomponált támadósorozatban. Azért a futásra oda-oda érnek, az a drive elején még szépen muzsikál, de azért most már a második minuszjardos szerelés a Desu Defense falembertől. Talán Bence egy kicsit elkezdte észrevenni, hoppá, itt lehet, hogy a futójátékra kéne egy kicsit koncentrálnom. Így van, negyedik futásból mínusz egy yardnál tart Tevin Coleman, aki megkapja egy screen passt, és hát mindenkit kiugraszt a cipőjéből. Talán minimális hiányzik az első kísérlethez, de a találkozó eddig legszebb jelenetét láthatjuk, harmadik és kettőre várhat a 49ers. Ráadásul igazi kontroller nyüstölő volt ez a szép jelenet. Hát nem semmi. Harmadik és kettő azért nem egy könnyű szituáció. Passzjáték slam. Nagyon könnyű Deebo Samuel elkapást láthatunk itt gyakorlatilag, két yardra, két három yardra nem volt senki. Hát ez egy gyönyörűen összehozott harmadik és nehéz kettőnek tűnő yard volt, de hát annál könnyebben hozta ezt össze Ferenc úr. A San Francesco csapatot valószínűleg a szisztematikus építkezésre építik, hiszen nem túl mély játékok, de nagyon hatékony kis slant útvonalak, kis futás, esetleg egy corner a Titannek. Semmi nagy bevállalós dolog, csak haladjunk. Tetézni akarjuk itt a szavakkal való játékot, akkor mondhatjuk azt, hogy a San Francesco Wolves Niners a... Nagyon messzire megyünk itt a szavakkal, de hát támad újra. Itt legyen a vége. Miközben Francesco nem veszi észre, hogy kettő embere volt szabadon egyébként alul. Valószínűleg a mélyeket kereste inkább. Hát ezzel viszont akkor Horváték Bence egy harmadik és kilencet szurkol ki magának. Nagyon fontos harmadik és kilenc, közel a vörös zónához, ahol már sokszor kiemeltük, hogy nehezebbek a játékhívások, szűkül a pálya jobban. Meg kell választani azt a biztos játékot, amit sikeresen végre tud vinni a csapat. Hát Zahó, azt gondolom, hogy itt nem igazán lehet futójátékba gondolkodni. Sokkal inkább nézzük meg a sztár elkapókat, tight endeket. Három ember közé, meglepetésre nincs elkapás. Első sikertelen átadás a Garoppolónak, és hát ez egy kritikus negyedik és kilenc. Ugye innen lehetne rugni is, 27 yardon van ugye a labda. Hát ez egy elég hosszú mezőnygól kísérlet lehetne, de nagy kérdés, hogy itt most Franci mennyire lesz bevállalós. Egyelőre úgy tűnik, hogy a biztosabb megoldást próbálja, ami egy field goal, elég szépen repül a labda, és ez meg is lesz. 3-0-ra vezet a Wolves, illetve 49ers, de hát ebben a drive-ban igazán lehetett volna több is. Azért nézzük meg, hogy voltak szép játékok, de a végén összedőlt minden. Nem tudták egyszerűen, az a stack megakasztotta őket. Hogyha ott az nincsen, esetleg egy incomplete passt bevállal, akkor az egy rövidebb harmadik és kettő, amivel inkább futójátékra adhat okot, és hát az jó ment a San Francisco csapatnak, úgyhogy miközben egy érdekes rugás. Minnesota L. Vikings, köszöni szépen, és már is kezdhet is a támadás a 41 yardos vonalról. Több volt ebben a drive-ban, nagyon egyetértünk ebben Bálint. Lássuk akkor, hogy mi érkezhet, vajon mi lesz ott a jó oldalról erre a feltett kérdésre. Így van, itt Bencénél is, meg Francsinál is láthattuk már, hogy egyszer-egyszer kezelték a kontrollereket, picit más előjellel a végén, hát a játéknak a végén, de lássuk, hogy most Bence mennyire tudott felfejlődni a játék valamennyi fázisában, Kirk Cousins-zal irányító poszton, és hát Delvin Cook-kal futóban, és megint csak Delvin Cook az, aki megnyitja
támadások sorozatát 4 yardra, azt gondolom, hogy nem lehet szomorú Bence egy ilyen futókísérlet után, de nyilván ez még csak az eleje. Azért a csapatok first downra eddig meglehetősen konzervatív játékhívással építkeznek, ott így szinte menetrendszerűen érkezik a futójáték, utána egy-egy rövidebb passz, és aztán utána meglátjuk, hogy hova érkezünk harmadikra. Ez volt a recept eddig a fekete mezes San Francisco-nál. És hát valami nagyon hasonlót próbált egyébként a Vikings is, de most ez a harmadik és négy az egy talán karcosabb. Így van, itt már nem sikerült összehozni még 4 yardot összesen. Úgyhogy véget is ért az első negyed. Egy pörgős futójátékokkal meghajtott első negyedet láthattunk, nem nagyon állt a játék, ennek is köszönhetjük azt, hogy gyakorlatilag pick-pack-kel érkeztünk a második játék rész elejéhez. Vikingsnál a labda viszonylag kényelmes pozícióban, de harmadik és négy, és itt azért ki lehet nyitni a playbooknak a mélyebb bugyrait is, hogy akár passzjáték, akár valami trükkösebb futójátékhoz nyúljanak. Egyőre azt látjuk, hogy Trips a bal oldalon, egy szinte tight end a jobb oldalon, ráadásul rövid oldalra hívva, és hát természetesen Cookot keresik a rövid, a hosszú oldalon, de nincs meg. Így van, ez és a hogyha a pálya másik oldalára néztünk volna, ott azért lehetett volna üresebb embert találni, talán Stephon Diggs volt, aki egyedül maradt, de hát Delvin Cook nem oldja meg a kísérletet. És hát közel a félpályáról, itt ugye a punt kísérlet megint csak az, hogy szabad egy ilyen játékba pantolni? Nem. Szerintem ezt már eldöntöttük többször. A kontrollerek sikítanak, amikor pántra kerül sor, és hát reméljük is, hogy... És nem, így is van. Bence vágja, mi a Csízió. Ő bizony egy running back-kel, egy tight end-del, 3 elkapóval neki lódul ennek a kísérletnek. Így van, no punt zone. Itt a félpálya környékén, de hát ezért szeretjük ezt a játékot, hogy jöjjenek az olyan kísérletek, amikor bevállalósabbak a csapatok. És hát majdnem lepörgött a támadóra, de éppen el tudta még engedni a centra labdát, és Kyle Rudolph az, aki megoldja a negyedik kísérletet Kirk Cousins-szal. Nagyon szépen találták meg ebben az alsó zónában a tight endet. Igen, megint csak egy kimagasló tight endről van szó. Rudolph nem is teketóriázik, egy rövid kis útvonalon behúzza a lasszit, és aztán utána előre dőlve bőven megszerzi a first down-t. Kényelmes szituációból. Még 5 perc van a fél idő végéig, ami ugye ebben a játékban nagyon sok, de hogyha folyamatosan a pályán belül marad a labda, akkor akár elég kevésnek is tűnhet. Viszont Bence kezében a labda, és hát dönthet, hogy miket választ. Újabb első kísérlet, újabb futás. Már-már tendenciózusan. Bár most talán, mintha egy áthívást is láttunk volna ott, úgyhogy lehet, hogy lereagálta a Wolves felállását. Minden esetre ezt a formációt nagyon kedveli a Vikings, ez már látszik, hiszen körülbelül az 5. játék, amit ugyanebből játszanak, és ebből próbálják meg kihasználni valamilyen adottságot, amit a Wolves védelme ad nekik. Újabb futójáték, ezúttal sikeresed. Futás, és hát ott egy kamion is átférhetett volna, gyakorlatilag olyan szépen nyitották meg a lukakat belül, Delvin Cook pedig nem igazán totojázott, csak Whiskey Tart ért oda egy szereléssel, hát ami akár a touchdown-t is megmenthette, de nem tartunk még touchdown-nál, sőt, még a red zone is 10 yardra van, támadhat tovább a Vikings. Bence támadó falemberhez mértem, hívja a játékokat, kicsit kevés passzjátékkal, inkább a futásra központosít. Most pedig a Wolves védelme kicsit tényleg betömörült a futásra, úgyhogy érkezett a passzjáték, és Diggs nem is hazudtolja meg magát. Érkezik a passzjáték, és ezzel kerül 16 yardra az ellenfél endzónjától a Minnesota Vikings és a Fehérvár Entroners. Első és 10, 3 perccel a vég előtt, itt azért már el kell dönteni, hogy milyen taktikát választanak a csapatok, mit szeretne Franci, illetve mit szeretne Bence. Egyelőre úgy tűnik, hogy amit Bence szeretne, az jobban érvényesül. Nagyon kéne egy szerzett labda a fekete mezeseknek, miközben a Vikings még módosít pár dolgot, és aztán utána pedig a flatben találja meg a running back-et, de ez megint csak nem volt egy igazán sikeres játék. És nem csak, hogy nem volt sikeres, de nagyjából 0 yardot szereztek ezzel, úgyhogy egy kísérletet elvesztegedett ezzel Bence, de maradt még ugye
3 a touchdownig, újabb passzjátékra mozog hátra Cousins, egy nagyon szép középső elkapással, vagy középső zónába jövő elkapással. Adam Thielen az, aki összeszedi a labdát, úgy tűnik, hogy eddig mindkét támadósor középen effektíven tud dolgozni, és hát ezt mutatja az is, hogy 3. és 1-re azért ott kopogtatnak már nagyon közel a touchdownhoz. Mikor eljön a 2 perces figyelmeztetés ideje? Ebben és eddig nagyjából kettő drive-ot láttunk eddig, ami azért mutatja azt, hogy nagyon szépen halad mind a kettő támadósor, de nem bombasztikusan nagy játékokkal, inkább a koncepcionális haladás, és Vikings oldalról eddig kopogtatnak. Tehát 3. és 1, és azért itt az áthívások mennek, illetve az ellenfél beugratása. Egy Delvin Cook futás középen, és hát megjön a first down, touchdownhoz ez egyelőre nem elég, de nagyjából 4 yard marad, ami elválasztja Bencét 6 pont, attól a bizonyos 6 ponttól. Zahu, akkor most ebben a helyzetben te hogy döntenél? 4 yard, nagyon kevés terület, 3 pont hátrány, mit hívnám? Hát alapvetően itt egy kicsit talán belenyúlnék egy jobban a playbookba, és próbálnék esetleg egy kis play actionnel itt nyugodtan a flatbe szórni valamelyik elkapon, aki egyébként meglehetősen jól mozognak. Mert most mindenre fog számítani Franci, de leginkább arra, hogy Cook kezébe kerül a labda. Talán ez lenne a legjobb opció, de hát nem én vagyok a kontrollerek kezelője, inkább futójátékot választ, és milyen jó, hogy nem én vagyok az touchdown. Így van, sokat gyere játsszak el ugyanazt Delvin Cookkal. Most középen kapott nagy területet, és hát 7, illetve egyelőre még csak 6-3, de lehet az 7 is lassan. Vezet a Minnesota Vikings és a Fehérvár Entroners. Egy nagyon szépen, tényleg nagyon szépen megkomponált támadó játékkal, de ne felejtsük el, 1-18, azért így még át lehet masírozni a pályán, hogyha ennyi marad. Itt pedig az extra pont sikeres, 7-3 vezet a Fehérvár Entroners és a Budapest Wolvesnak picivel több, mint 1 perce marad visszatámadni. Izgalmas lezárását láthatjuk majd a félidőnek. Már hogyha egy field goal távolságba elkerülne egyébként a 49ers, az nagyon-nagyon sokat segítene, hiszen azzal is már csak 1 pont lenne a különbség, ami hát egy meglehetősen jó szituáció. 1-15 alatt ez azért nem elérhetetlen, főleg így, hogy mondjuk a 21 yardosról indítják a támadást. Nyilván egy touchdownnak örülne a legjobban a fekete mezes csapat, de valószínűleg az eddigi játék alapján nem a mély passzok azok, amiket ők erőltetni tudnak vagy szeretnének. Viszont tud működni az úgy is, hogyha nem a bődöldösen nagy passzokra építkeznek. És hát csak mondanom kell, egy viszonylag szép átadás után, már is a fél pályán. Egy bődöldösen nagy passz jött, és hát 1 perc, kicsivel több, mint 1 perc még van. Közeledik szépen Franci és a 49ers. Hát itt azért még bőven kell yardokat megtenni, hogy beszélhessünk field goal távolságról, de hát egyelőre úgy tűnik, hogy megvárja az idejét Franci, hogy tudjon yardokat szerezni a játékokból, és megint csak egy sikeres átadást láthatunk most már az ellenfél 45-ösén, 1 perc, 2 másodperccel, 1 időkéréssel a fél idő vége előtt. Ideális helyzet. San Franciscóban már dörzsölik a tenyerüket, hiszen ebből már valószínűleg pontszerzés lesz, legalábbis gondolják ők, de hát aztán mi van, hogyha eladja a labdát mondjuk a feketemezes alakulat, mondja erre Horváth El Bence. Így van, de Garoppolo lép hátra újra egy passzhoz, és jön a Zach Everson, Griffin keveredett oda, illetve Daniel Hunter. Ki kell kérni az időt, ugye yardokat veszített a csapat, szám szerint 4-et, kikerült egy sokkal nehezebb távolságból, ugye a láncok mögé 4 yarddal. Azért itt most Franci kicsit talán elszámította magát, illetve El Bence jól számolta ki, hogy mit kell csinálni. Nem számolta el magát. Nem számolta szerintem el itt magát. Igen. Azért a Garoppolónak a 17 lépéses hátralépés az általában baj szokott lenni. Most viszont nagyon szépen lépett fel a zsebbe, és oldja meg ezt a 2. és 14-et. Gyönyörű játékot láthatunk, Telvin Smith kapta el a labdát, és hát most újra visszakeveredtek field goal távol, de megy az óra, 30 másodperc, gyors passz ki a szélre, Emmanuel Sanders szerzi meg a labdát, és a first down, nincs időkérés, haladni kell, 15 másodperc, és hát itt ha megáll az óra, még lehet belőle, így van, megáll az óra, lehet belőle még egy nagy támadó játék, gyorsan kilépve, vagy touchdownért, vagy pedig megállítva az órát egy field goalért.
nagyon izgalmas itt a végjáték az első fél időben. És hát azért küzd Francia, hogy hát ha a vezetést is át tudja venni ezzel a touchdown-nal, ami egyébként szépen ugrott meg egy perc alatt a yardok száma San Francisco-i oldalon. De meg itt esélytelen... egy óriási szek, Daniel Hunter kergeti bele a nulla pontba a San Francisco 49ers. Ez egy nagyon furcsa támadó játék volt, play action után sok ideje volt a védőfalnak odaérnie, ezzel pedig egy nagyon szép drive után nulla pont marad Franci oldalán, és ne felejtsük el, Bence kezdi a második fél időt, és lehet-e, megint csak ott tartunk, hogy lehet-e arról beszélni, hogy az e-sportok világában, vagy éppen ebben a Madden bajnokságban van-e lélektani előny? Van, mindenhol van. Nincs olyan hely, ahol nincsen. Hát és most az egyértelmű, tehát Franci szerintem még két hét múlva is a fejét fogja fogni, hogy atyaik, hát itt miért akartam egy play action-nel beugratni majd a védőket, mikor van hát alig pár másodperc, és hát tudjuk jó, hogyha ott elvesztem a lehetőségemet arra, hogy én ott field goalt rúgjak, akkor semmilyen pontot nem rakok fel a táblára. Hát bődöletesen nagy hiba ez most, és hát valószínűleg majd meg is issza a levét, mert hogyha most esetleg Bence egy szép hosszú drive-val halad, hát ott nagy baj lehet akkor. Viszont kezdi felismerni a San Francisco 49ers, miért ne ismerné fel, hogy mit akar az ellenfél, mégiscsak egy védelmi elme ül a kontrollerek mögött. Azért ez nem fog működni még egy fél időn keresztül, hogy Delvin Cook középen 10-12 yardokat fut, esetleg touchdownokat szerez, ezt jól tudja Franci is, és hát lássuk majd, hogy Bence hogy tud alkalmazkodni a játékhoz, mennyire tudja majd egy picit pass happy-bé, kicsit sokkal inkább szabni a játékot passzjátékra, mert azért láthattuk, hogy nem minden mérkőzésen sikerül ez a kontrollerek kezelőinek. Hát pedig valami váltás valószínűleg kelleni fog majd, ezt a játékot is már szinte ismerjük, keresztbe mozgó elkapók. Azért azt el kell mondani, hogy Bence szépen játsza azt a pár játékot, amit viszont játszik, és ez egy meglehetősen nehéz feladat elé állítja azért Francesco, de a félidei átállás az akár egy ilyen különleges is szerep is lehet neki, ami most bizony bele kell nyúlni a kontrollerbe és bele kell nyúlni a playbookba, hogy mi is az, amit máshogyan kéne csinálni. Harmadik és kettőre Cousins passzol, megint csak Adam Thielen, aki elkapja a labdát, első kísérlet. Nagyon szép támadójátékot láthattunk megint, és pörög az óra, Bencénél a labda, Franci nem találja annyira a ritmust, mint ahogy gondolnánk, hogy szeretné. Egyelőre azt látjuk, hogy a Vikings picit domináns tud lenni, de ne felejtsük el, bármikor jöhet egy eladott labda, egy fumble, azért nem szabad itt korán elkiabálni, miközben ugye Delvin Cook megint csak nem szerez yardokat. Alexander volt, aki, ha jól látom, odaért, így van, harmadik szerelését megszerezve. Azért azt láthatjuk megint csak, hogy a futójáték Delvin Cookkal nem biztos, hogy végig fog működni még a maradék 9,5 percben. Az viszont fontos, hogy annak az esélye, hogy ez a futójáték ez jön, ez nagyon megváltoztathatja Franci hívásait, és az a védelmet azért tudja olvasztani, hogy mindig ott van az a futójátéknak a lehetősége. Persze oda fognak érni majd sokszor, de a passzjátékot is megnyithatja az, hogyha nekik folyamatosan erre kell figyelniük. Miközben újra Delvin Cook a labdával Richard Sherman takarította őt kifelé, tökéletesen passzol egyelőre Cousins, illetve nem volt pontatlan átadása. Harmadik és kilenc, itt viszont az egy yardos elkapás, ez picit hát gyengécskének tűnik, de hát mi történik ilyenkor majd akár egy elkapó középen? Hát meg lennék lepve, hogyha egy shallow cross látnánk, de az jön, és viszont bajban egyébként Cousins, de aztán jól találja meg az elkapóját. Ezúttal nem Adam Thielen, hanem Stefan Diggs, aki hát ebben a szezonban még ugye Viking volt, utána már Buffalo-ba költözött, de még itt szedi le a labdákat a Fehérvár Entruners győzelmét elősegítve, és hát ugye nem működött a futójáték, de akkor jöhet a passzjáték, az pedig kritikus kísérleteken is szokott ülni. Most pedig érkezik a futójáték, és hát egy olyan safety, aki körülbelül elment nyulat keresni, vagy gyufát, vagy bármilyen ilyesmi, de valami baj lehetett a szemével, mert 6 yardra próbált vetődni a futóhoz, ez általában rossz taktika, és hát most se segített.
nem mindig működik az, hogyha a levegőt akarja szerelni az ember a labdás ember helyett, a labdát cipelő játékos helyett, ez ezúttal sem működött, 1-10 az ellenfél tér felén, Fehérvár Entroners. Szisztematikusan építkezve, kevés játékot játszva jól, és hát egy viszonylag domináns futójátékkal haladva, egy nagyon szépen kiegészítő passzjátékkal, elsősorban a pálya közepét támadva, hát ez egy nehezen, könnyen kiismerhető, de nehezen levédekezhető támadó sorozatnak tűnik. És azért azt láthatjuk, hogy futójátéknál nem igazán tud mit tenni a 49ers védőfala, picit súlytalanok, illetve hát a Vikings borzasztóan jól tud blokkolni, illetve azok a játékok nagyon szépen vannak hívva. Most nem sikerült sok yardot összehozni, de azt a kellő egyet, én úgy gondolom, hogy igen, Delvin Cook megint csak a hátára vette a csapatot, és egy újabb első kísérlethez segítette őket, és ne felejtsük el, itt már lepörgetheti Bence az órát 29-on a támadón, és 22 a sima órán. Hát, nagyon úgy tűnik, hogy ráfordulunk a negyedik negyedre egy 7-3-as eredménnyel. Nagy kérdés, hogy Bence mit szeretne, de még így is rengeteg ideje van, illetve hát 31 yardról bőven lehet még égetni az órát, hogy egy touchdown-nal plusz 7 pontot szerezve Francsinak ne legyen olyan kényelmes az a fennmaradó 4-5 perc. Azért 6 perces negyedeknél lepörgetni fél percet az óráról a közepesen jó fej kategória, de hát természetesen az eredmény mindenek felett, hiszen ez nem csak egy játék. Az e-sportban ez is természetesen belefér. Hát és akkor lássuk, hogy az utolsó negyedben ez a 7-3-as eredmény vajon módosul-e, és ha igen, akkor ki fog annak jobban örülni. Így van, és hogyha esetleg 7 pontot szerez, ugye Bence, akkor két labda birtoklás lesz a két csapat között, ami azért hát egy picit soknak tűnik ezen mérkőzés nézve, de hát Delvin Cook újra megkapja a labdát, és újra szerez egy first down-t. A pályán belül kellene maradni, ez sikerül is Bencének, és hát 20 yardon a Minnesota Vikings, és megint csak pörgetheti az órát itt a telt alatt közepesen. Hát elfogadottnak minősített fél percek azért lepöröghetnek hamar. Talán megint azt látjuk, hogy sikerül az órából leégetni 20-25 másodpercet. Ez Francsinek nem igazán kedvez. Alsó hangon sem. Mondhatjuk azt, hogy Delvin Cook az amerikai Tui Tuatuayasoa. Már szinte el is felejtett a neve, a nyelvem, hogy is kellett mondani. Nagyon szépen termeli a yardokat a csapatának, és hát szinte a vállára veszi az egész csapatot. Szeretne Delvin Cook Tuatuayasoa lenni, de ez egyelőre még nem következik be. 2 yardot sikerült megtenni első kísérleten. És hát itt pörök-pörök szépen az óra, már 5 perc alatt vagyunk. Nagyon-nagyon araszolgat a győzelem felé a Vikings, de hát ne kiabáljunk el semmit. Megint csak egy középső passz. Kinek, ha nem Eden Tillennek, és miért, ha nem első kísérletért. Itt megvan a recept gyakorlatilag tényleg nagyon kevés játékból, amit Franci egyelőre nem igazán tud hatástalanítani. Megint csak lehet, hogy te túlságosan is korrekten fogalmaztál, hát abszolút nem látjuk azt, hogy mivel fog az majd megfordulni. Ha most esetleg tudna labdát szerezni, hát akkor még azt gondolom, hogy bármi lehet, de Cook nagyon szépen halad, kevés ellenszert látok most. Így van, Greenlow vitte le a földre első kísérleten, második és gól, 8 yard. Hát itt már nem fog sietni Bence még akkor se, hogyha itt egy mezőny gólt láthatunk, mert akkor is még 7 ponttal fog menni, ami jelen helyzetben rengetegnek tűnik már behozhatatlannak, bár ne beszéljünk itt még eldőlt mérkőzésről, de hát amit láttunk eddig a San Francisco támadó oldalán, az nem enged arra következtetni, hogy itt gyorsan felpakolnak két touchdown. Nem. Valóban nem. Nehéz erre bármi mást mondani, miközben érkezik egy szek, atya ég, hát milyen izgalmak lesznek itt még. Mikor, ha nem most, egy nagyon szép D-Ford szek, és ezzel nem csak, hogy a touchdown van nagyon messze, de még a field goal is esetleg. Hát így lesz igazán izgalmas az a mérkőzés, mikor már elkiabáljuk, elhisszük, hogy vége van és nyer a Vikings, illetve a Fehérvár Entroners, akkor Bence beleszalad egy kisebb hibába, illetve Franci volt nagyon észnél, hogy
ki tudja erőszakolni ezt a szekket, de hát Bence nem dönt más mellett, égeti az órát, miközben egy passzjáték újra Cook felé, ő pedig kilép, ezzel pedig ugye jöhet a negyedik és gól. Hát, igazán érdekes helyzetben van ezzel a Vikings. A field goal az egyébként nem tűnik annyira esélytelennek, azért az úgy viszonylag közeli, de hát láttunk már innen is hibázni Madden kickert is. És hát hogyha úgy van, akkor pedig Fancsinak ott az esélye. Itt tűnik egyébként igazán rossz döntésnek az, hogy nem rakott föl pontokat a táblára az első félidő végén. Azzal azért, hogy... pedig jó. Azzal egyel könnyebb lenne a dolga. De hát minek is olyan könnyű dolog. Egy touchdown kéne. Aztán Cseszkó csapatának. Viszont van 3 időkérése még, illetve egy 2 minute warning. 2 perc, 35 másodperc. Hát igen, itt még védőkoordinátorként is a támadó playbooknak az elég szép mélységeibe kell lenyúlni, hogy megint olyan drive-ot sikerüljön összehozni, mint az előző félidő végén, úgyhogy 1 perc körül volt, amikor nagyon szép játékok jöttek, viszont ugye fönnmaradt legalább 3 pont a táblán, hogyha 6 nem. Hát hogyha ott sikerült touchdown csinálni, akkor 10-10, de hát a sportban nincs olyan, hogy ha, nem beszélhetünk ilyen dolgokról. 21 yardról 2-32-vel a vége előtt egy nagy-nagy comebackre van itt szükség. És hát Jimmy G arra szól a centerhez majd mindjárt. Nézzük, mennyire vannak jégből az Everson Griffin. Hát még be sem tudtam fejezni ezt a gyönyörű metaforát. Griffinnek azért már... most már mondd el, hogyha belekezdtél. Annyira nem volt jó sajnos, úgyhogy hát Griffin az, aki jelenleg megmutatta, hogy ő bizony jégcsákányként érkezik, és nincsen bele gond. Egy futójáték, hát eddig ezt keveset láttuk talán a San Francisco-tól, bár őszintén szóval fönn se volt szinte a támadósoruk a pályán. Hát második és végtelenre futottak egyet, hogy harmadik és kicsivel több mint 10 legyen, itt még mindig a láncok mögött. Hát, viszont ott van George Kittle, akit azért el lehet találni a labdával, hogy így fogalmazzak. De nem akkor, amikor egy szek jön. És hát megint Daniel Hunter volt az, aki odaért, felváltva csinálják a szekkeket Garoppolón, Everson Griffinnel, itt pedig gyakorlatilag egy ilyen, hát szög a koporsóban, hogyha minden mérkőzésen élünk ezzel a kifejezéssel, akkor itt még a labda elvesztés is egyébként ott volt, nagyon szépen védekezik a Vikings. És hát érkezik a four verticals, és érkezik a sack, ezzel ennek a találkozónak vége. A Vikings valószínűleg ezt a másfél percet már le fogja tudni pörgetni. 4 vertikális útvonalra 4. szek érkezik Daniel Hunternek. Hát megnyerte a pass rush duója ezt a mérkőzést a Minnesota Vikingsnak, illetve hát a nagyon taktikus időégetése Bencének. Azért nem sok levegőt hagyott Sződi Ferenc úrnak, hogy támadhasson, de 6 yardra vannak. Itt már nem nagyon kell semmit csinálni azért, hogy győzhessenek, órát kell égetni, akár térdelni és elrúgni. Lássuk, ez történik-e majd, egy jó futójáték, egy jó mínuszjáros szerelés, egy jó időkérés San Francisco-i oldalról. Fancsi úgy gondolja, hogy ha már egyébként beneveztünk ebbe az e-sport bajnokságba, akkor ott bizony minden egyes másodpercet szeretnénk végigjátszani. És bizony ez így is jó egyébként. Örülünk, hogy láthatunk játékot. Ki kell élvezni minden percét a kontrollerek kezelésének, mert hát bízunk benne, hogy jövőre már nem ilyen HFL-t fog rendezni a Magyar-Amerikai Futballszövetség, hanem a pályán mérkőzhetnek meg a csapatok, és Franci visszavághat Bencének akár. Itt megint egy Delvin Cook futás, és hát nagyon-nagyon közel a touchdown, de 4 yardon sikerül megállítani, az óra is megáll ezzel, Franci kikéri a második idejét. De hát ugye, akkor térjünk csak vissza arra, hogy 2021-ben már-már szeretnénk igazán első osztályú futballt látni Magyarországon, azért idén lesz foci, ha nem is HFL, de ne felejtsük el, hogy a Div 1 és a Div 2 elindul, ahol Szahóék is ott lesznek. Ott bizony a Divízió 2-ben fogunk majd vitézkedni, lassan érkezik majd a sorsolás, és itt látjuk majd, hogy melyik ez az a 4 alapszakasz meccs, amit fogunk majd játszani. Ez természetesen mind a 2 divízióban igaz, hogy lassan-lassan már lehet a szurkolóknak is nézegetni, hogy milyen naptáron
keresztül fogjuk tudni majd élvezni a magyar-amerikai fotballt, ami hát nagyon régóta először, vagy hát a felnőtt bajnokságban nagyon régóta először, újra az NFL-el egy időben fog majd futni. Az amerikai bajnokságnak fel kell venni a kesztyűt a magyar Div 1, Div 2-vel. Szerintem ez a külföldi kollégáknak és a szupersztároknak is egy óriási feladat. Itt viszont a kis feladatot megoldotta a Minnesota Vikings, elrúgták a nagyon közeli mezőny gólt, 1-14, ilyet már láttunk az előző fél időben, viszont akkor nem ez volt az állás. 6 ponttal kevesebb volt a Minnesota Vikingsnál, de lássuk, hogy mit tud kihozni időkérés nélkül a San Francisco Wolves Niners ebből a maradék minimális időből, miközben azért visszatérhetünk ahhoz, hogy mit láthatunk még 2020-ban Magyarországon. Hát ugye az NFL-ben teljesen szomorú, szinte ilyen nézők nélküli meccsekről regélnek, hát azért a magyar-amerikai fotball ennél jóval jobb, nyilván itt lesznek akár nézők is, egészen talán sokan, de hát ez nyilván majd rajtunk múlik, hogy kimegyünk a mérkőzésekre és élvezünk őket élőben is, hogy aztán este hazaérve ilyen interceptionöket lássunk, akár a Minnesota Vikings-tól is. Vince szedi össze a labdát, ugye itt majdnem, hogy egy interception return touchdown-t láthattunk, meg kellett vállalni, azt gondolom, Francsinak egy ilyen játékot. Más kérdés, hogy itt már szerintem még egy hosszú elkapás sem menthette volna meg őket. Ezzel viszont tényleg most már arról beszélünk, hogy ennek a mérkőzésnek vége van, és hát le is kell zárni, el kell felejteni az elrontott játékokat, illetve hát inkább azt mondom, hogy a hibákból tanulni kell, mert hát talán mindkét oldalon voltak, egyik oldalon több, mint a másik, de újra a Vikingsnál labda, és hát ki más, ha nem Cook, és ki más, hogyha nem Alexander szereli. De hát igen, beszélhetünk arról, hogy egy hangulatmentes NFL alapszakaszt láthatunk egy nagyon parázs Div 1, Div 2-vel szemben. Azért lesznek nagy nevű játékosok is mindkét osztályban, nem csak a megszokottakat sorolhatjuk ide, hanem azok, akik a AFL-ből majd lejátszanak. Ezt még meglátjuk, hogy fog alakulni, de én szerintem nem szabad bánkódni, lesz élő futball Magyarországon, és ennek kell örülni. És ennek örülünk is többen. Míg ugyanúgy örülünk egyébként, ahogy a Minnesota Vikings, vagy a Fehérvár Rams-owners szurkolói, akik ezzel az utolsó másodperc lepergésével már elmondhatják magukról, hogy az EHFL ezen fordulóját megnyerték. Így van, nyert a Fehérvár Rams-owners, és 2-2-re módosult ezzel a mérlegük, míg a Budapest Wolves ezzel a vereséggel szintén 50%-os mérlegre esett vissza, kiélezett. 5. fordulót láthatunk a HFL-ben, ezzel köszönjük meg kedves nézőinknek a figyelmet, tehát Budapest Wolves, Fehérvár Rams 3-13. Hát akkor azt hallottuk a mérkőzés előtt, hogy a való életben a Wolves még nem verte meg az Rams, a virtuális világ első összecsapásán viszont igen. Milyen volt ez a mérkőzés, Bence? Hú, nagyon-nagyon leizzadtam, nagyon. Sok volt bennem a feszültség, de örülök neki, hogy akkor sikerült a virtuális térben nekem az elsőt szállítani. Nagyon-nagyon köszönöm a támogatást és a segítséget Zsozsónak, aki tényleg mentálisan sokat jelentett, hogy itt volt velem. Sikerült, ugye Gabi ellen dobtam 5 interceptiont az első fordulóban, most pedig nem volt incomplete passzom, úgyhogy kicsit így átestünk a másikról, de ezt én egy kicsit se bánom. És mellette egy jó futójátékkal egyébként nagyon sokat öltem az órát, amiért elnézést is kérek, tehát volt olyan negyed, ahol nem nagyon engedtem fel szegény Sancsit a pályára. De azt gondolom, hogy egyébként egy jó meccs volt, én élveztem a játékot. Bánta Franci ezeket, hogy nem lett incomplete pass? Hát nyilván a végeredmény szempontjából sokkal kedvezőbb lett volna. Igazán én Vikings drukker vagyok, úgyhogy én nem nagyon szoktam olyat látni, hogy Kirk Cousins például 11-ből 11-et passzol, de ezúttal sikerült, hát sajnálom, hogy pont most láttunk tőle ilyet, de Bence nagyon-nagyon jól játszott, elképesztő jól tartotta a labdát. Az, hogy a harmadik negyedben nem is tudtam pályára lépni az offenzemmel, az nagyon kemény, és kétszer nagyon kritikus helyen sikerült engem megállítania. Úgyhogy kifejezetten azt gondolom, hogy nagyon jól játszott a Bence, iszonyú jó taktikával, ezzel, hogy tényleg gyakorlatilag végig nála volt a labda, és mellette sikeres is volt. Én is nagyjából hasonló taktikát szerettem volna lenyomni, mint ő csinálta,
de teljesen megölte a futójátékomat, ha jól láttam, szerintem mínusz yarddal sikerült, nem, nulla yardon sikerült, bocsánat, 16 yardon sikerült Coleman-nek zárnia ezt a meccset, ami nem túl jó, aztán hát ennyi, ennyi. Jó volt, nagyon jó volt a Bence, nagyon jól játszott. Hát igazából így akkor a Wolvesnak van két győzelme és két veresége, vagy igazából a fiataloknak van két győzelmük és neked két vereséged, szóval, hogy így azért ez meg lesz a rájátszás szerinted? Remélem megvan a rájátszás, az elég valószínű, hogy én már nem fogok játszani. Csak a döntőben? Nem, ott is szerintem meg fogom hagyni a lehetőséget a srácoknak. Fehérváron mi a helyzet? Folytatódik a sorrend, ugyanúgy rotációban játszotok ti is. Így van, igazából nem. Úgy volt, hogy az első fordulóban nagyon kikaptam, de ennek én azt beszéltük, hogy ez egy játék, jól érezzük magunkat, hogy tartjuk a rotációt, hál' Istennek most úgy nézünk, még az eredménye is meg lett. Úgyhogy folytatjuk a sorrendben, igen, egymás után. Köszönöm szépen. Mi is 2-2-vel állunk, úgyhogy ezért bizakodunk abban a rájátszás helyben. Így van. Legyen így, köszönöm szépen, srácok. Hát a többiek is, akik nézik, ők pedig majd élvezzék az NHL többi fordulóját, hiszen már nincs messze a rájátszás se. Viszlát!